A május 4-én újrainduló egészségügyi ellátás még nem áll talpra teljesen. A veszélyhelyzet alatti rendkívüli intézkedések következménye volt az is, hogy a betegek vizsgálati időpontjait el kellett halasztani, ezért most többszörösére nőtt az ellátásra szoruló betegek száma. Bár már nem beszélhetünk veszélyhelyzetről, a járványhelyzet még fennáll. Az óvintézkedéseket mindenkinek be kell tartania. A rendelőintézetben, a különböző szakrendeléseken, ellátóhelyeken kerülni kell a tömegeket. Ennek érdekében kötelező az előjegyzési rendszer használata, mondta Szűcs Mária orvosigazgató. Amennyiben valaki ellátásra szeretne jönni, mindenképpen előtte konzultálni kell a fogadó orvossal, fogadó ellátóhelyel, hogy legyen időpont, amire tud jönni a beteg. A másik nagyon fontos dolog, hogy a beléptetéskor adatfelvétel folyik. Ez egyfajta rövid kockázatfelmérés a koronavírus további terjedésének elkerülése érdekében. A rendelőintézet előtt történik ez az adatgyűjtés. Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy az ellátási igény nagyon megnőtt, így új munkaállomásokat hoztak létre. A Főporta épületében további munkaállomásokat nyitottunk meg, ahol a betegek intézhetik ezt a szükséges adminisztrációt, és akkor már nem kell ott még egyszer sorba állni a rendelőintézetnél, hanem az ellátás előtt egy 15 perccel korábban lehet belépni az épületbe. Az óvatossági rendszabályok a vírus terjedésének visszaszorítására és a betegek érdekében jött létre, így az egészségügyben dolgozók fokozottan kérik a pácienseket, hogy tartsák be ezeket az előírásokat.